Várhatóan újabb, a nyelvi jogok használatáról szóló ET jelentés készül másfél éven belül. Mondták el annak a konferenciának a zárásakor, amelyet Bálványoson szervezett az Európa Tanács helyi és regionális önkormányzatok kongresszusa. Ez ajánlásokat fogalmaz meg a tagországoknak arra, hogy miként biztosítsák, illetve javítsák a kisebbségek anyanyelv használati jogát. A párbeszédet szorgalmazta volna a magyar kisebbség és a román többség között a kisebbségi nyelvi jogok terén a Bálványos Fürdői Konferencia, azonban hiába küldtek meghívókat a román politika képviselőinek, akiknek felszólalásra is lehetőségük nyílt volna, utóbbiak távol maradtak. Nincs azonban más járható út a párbeszéden kívül, ezt a konferencián résztvevő külföldi meghívottak is megerősítették. Horváth Anna, az RMDS önkormányzatokért felelős alelnöke is a párbeszéd fontosságát emelte ki. Mindazok, akik olyan európai nemzeti kisebbségeket vagy többségeket képviselnek, ahol már túljutottak ezen a szakaszon, és ahol valóban jól működő megoldásokat találtak a tárgyalásra, a párbeszédre buzdítottak. Mi magunk is ezt keressük, ezt kerestük ezzel a konferenciával is, mint lehetőség, nemzetközi partnereket, de mindenek előtt és mindenek felett a román többségben keressünk értelmes párbeszédre hajlandó partnereket. A külföldi meghívottak úgy vélték, nincs olyan egységes nyelvhasználati modell, amit alkalmazni lehet minden európai országban. A legfontosabb szempont, hogy ami jó egy kisebbségnek, annak jónak kell lennie a többségnek is. Itt helyben kell leülni egymással tárgyalni, mert az hozhat eredményt. Különben az Európa Tanács tonnányi jelentést és ajánlást is írhat, a megoldásokat helyben kell megtalálni, volt a végkövetkeztetés.